7 új nagyszínházi darabbal készül a Vörösmarty Színház a következő évadra, és új előadással várják az érdeklődőket a Pelikán Kamara Színházban és a Kozák András stúdióban is. Az esti mérlegben ezzel fogunk foglalkozni, maradjanak velünk! A Vörösmarty Színház jövő évadának meghatározója, hogy 2018-ban már a 200. évfordulóját ünnepelheti a megyei színjátszás. Az évfordulóra jelentős színdarabbal készül a társulat. 200 év nagyon nagy szám, de minden esetre ez jelzi azt, hogy gondoljunk bele, 1818-ban alakult meg első ízben a Fejér megyei játékszíni bizottság. Ez azt jelenti, hogy a nemesi tisztikar és a vármegyei nemesség összefogásából összeállt egy olyan pártoló, közadakozásból működő testület, amely a magyar nyelvű színjátszást pártolta, segítette Fejér megyében és jelesül Székesfehérváron. Ez azt jelentette, hogy a korabeli Magyarország elsők között Fehérvár volt az a hely, amely hajlékot biztosított, és hagyd tegyem mindjárt hozzá, biztos hajlékot biztosított a magyar nyelvű színjátszásnak. Ez egy óriási tett, és minden erőmmel azon vagyok, hogy ezt valahogy az emberek tudatába ezt népszerűsítsem, hiszen Fehérvárról, a Vörösmarty Színházról egyre többet hallani. Néhány évvel ezelőtt ünnepeltük, hogy ez milyen fiatal színház, hiszen 20 éve van önálló társulata. Hát nem, kérem szépen, ez nem egy fiatal, lehet, hogy a társulat fiatal, de maga a színház szeretet, az Fehérváron egy nagyon ősi dolog. Hogyan ünnepli meg a színház ezt a 200 évet, hogyha már 200 évről van szó? Sok darabbal készülnek, hogyha összefoglalni kellene jellemezni őket, akkor milyen darabokat láthat majd a közönség? A darabjaink zászlós hajója a tragédia. Sokat gondolkoztunk azon, hogy mi lehet méltó, ami a 200 évet, a 200 év mögötti respektust azt kellőképpen szimbolizálná, és egyöntetűen esett a választásunk a tragédiára. Nem csak a nemzeti dráma irodalmunk legnagyobb kincse, hanem a világirodalom, a világdráma irodalmának is egyik legjelentősebb alkotásáról van szó. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan reprezentatív előadás lesz, amely részben jelzi a mi gesztusunkat, részben pedig ki is használjuk azt a lehetőséget, hiszen tragédiát csak nagyszerű társalattal lehet bemutatni, hiszen abban fantasztikus szerepek vannak, és azt gondolom, hogy ez itt most adott, tehát tényleg az ország egyik legjobb társulatáról beszélgetünk, tehát úgy gondolom, minden adott arra, hogy a tragédiából egy maradandó előadás szülessen, és még valami, elindítottunk egy folyamatot, ami tulajdonképpen a gondolkodásunk nyomán indult el, azon kezdtünk el gondolkodni, hogy vajon Madács hogyan írná meg most a tragédiát, ha most élne? És ebből született a gondolat, hogy a mi jövő évadi Az ember tragédiája előadásunk, az kap egy kis alcímet. Az ember tragédiája 1. És ez követi Az ember tragédiája 2, ahol megkísérünk egy olyan előadást létrehozni kortárs magyar írók segítségével, ahol folytatjuk azt, hogy befejezte a londoni színnél az ember tragédiáját, és víziójában ugye kicsit előbbre mutatott Madács. Nos, mi megpróbáljuk onnan folytatni, ahol ő befejezte, és eljutni napjainkig. Hát azt gondolom, hogy egy elég izgalmas vállalkozás, de ha mégis egy szóval kéne megfelelő módon jellemezni következő évadunkat, akkor ez a sokszínűség volna. Az ember tragédiájának első része 4 rendező segítségével kerül majd színpadra 4 különböző szereposztással. Meg ebben az ember tragédiáját bemutatni, ez egy nagyon-nagyon nagy dolog egy színház életében. A Budapesten is kevesen mutatják be, hát vidéken főleg, és hát még meg van tetézve azzal, hogy azt találtuk ki, hogy mivel 200 éves a színház alapítása itt Fehérváron, hogy egy olyan előadást rendezünk, hogy ezt 4-en fogjuk rendezni. Elosztjuk 4 felé a 15 színt, és a színháznak a vezetői, rendezője, rozé tagozatvezetője, a Mozgásszínház tagozatvezetője,
Elosztjuk egymás között a jeleneteket, és megrendezzük, olyan lesz, mintha négy különböző előadást látna a néző. De mégis lesz egy egysége, mert a maga összetartja az ember tragédia, mint a szövet ezt az egész történetet, és ez azért jutott eszünkbe igazából, mert korábban volt egy olyan ötletünk, hogy mi lenne, hogyha az ember tragédia folytatására felkérnénk ugyanúgy négy darab szerzőt, és már folyamatban is van ez a ötlet, hogy ez az ember tragédiája egy. Azért lehessen az ember tragédia kettő című történetünk, amit négy magyar kortárs író fogja megírni, és azt úgy gondoljuk, hogy közeljövőben azt is bemutatnánk itt Fehérváron. Tehát lenne egy első lépése az ember tragédiának, és megnézzük azt a következő, azt a fajta ember tragédiát, amit a 21. században írnak a mostan élő költők, írók. Hogyha a főbb szereposztást nézzük, akkor kik lesznek a szereplők? Mivel hogy négy különböző rendező rendezi, ez azt jelenti, hogy négyféle szereposztás lesz. Tehát lesz négy Ádám, négy Lucifer, négy Éva, és a többi, és a többi. Tehát igazából nem mondanám el a szereposztást, mert nem egy Ádámunk lesz, hanem négy, és minden etapban változnának a főszereplők. A Nagy Színházban a Chicago Musicalt is láthatja majd a közönség Horváth Csaba rendezésében. A szórakoztató mű örökérvényű problémákkal foglalkozik. Bob Fosse musicalét a helyőrségi zenekar közreműködésével állítják színpadra. Sobor Antal Perej Uram című történelmi drámáját Szikora János rendezi majd. A színmű az 1848-as magyar szabadságharc utolsó időszakából eleveníti fel a csákberényiek hősies életét. Black Comedy címmel pedig bohózatot tekinthetnek meg a látogatók, és a 80 nap alatt a Föld körül című komédiával is szórakozhatnak a színházba érkezők. A Pelikán Kamaraszínházban és a Kozák András stúdióban is új darabokkal várja a társulata színház szeretőket. A stúdió színházak általában egy vidéki színháznál mindig a furcsább, különlegesebb színdaraboknak a helyszíne, és mi azzal büszkélkedhetünk, hogy ez fúra tel van, óriási az érdeklődés, és mint említettem a sajtótájékoztatón, hogy talán egyedülálló Magyarországon, hogy három kortárs magyar színdarab van műsoron, ez a Tasnádi Istvánnak a Kartonpapája, Pintér Béla Szutyók és Hály Jánosnak a Hernel Feréke Faterja, és mindhárom nagy sikerrel megy, és több tízszeres túljátszáson vannak túl ezek az előadások. Tehát, hogy valójában igazolva van az, hogy az izgalmas gondolkodást, kicsit idegen szóval a progresszióba való gondolkodást is nagyon igénylik a nézők, és ennek megfelelően gondolkodunk tovább, hogy hogyan lehet úgy szórakoztatni a nézőket, hogy a érzelmeik és az agyuk is meg legyen dolgozva, úgy tűnik, hogy van rá igény az ő részükről is. A Pelikán kettős funkciót kap. Egyrészt a Pelikán udvaron, a Pelikán udvar játszóhelyen egyrészt maradnak tovább a mesejátékok, ami nagyon fontos, hogy a legkisebbeket is bevonzuk idejébe a színházba. Hát a színházi közönségnevelés az egy rendkívül fontos dolog, és nagyon, nagyon komolyan is veszük. Másrészt pedig nagyon fontos, hogy ott hogy egy fiatalos lendületet is kapjon, tehát az egyetemista korúak, középiskolás korúak is jobban betaláljanak a színházba, és egyrészt Novák Eszter fog rendezni, aki a Nagyváradi Színháznak a művészeti vezetője, egy kortárs francia darabot, és a Horváth Csaba, aki nálunk a tánctagozatnak a vezetője, két tanítványa fog két művet bemutatni, két egyfelvonásost, az egyik a Simmel Fenningnek az Arab éjszaka, a másik pedig a Camus-nak a Caligula című darabjából lesz két egyfelvonásos, és miután pénzt kapott rá a színház, szeretnék felújítani ezt az épületet, sokkal fiatalosabb, sokkal izgalmasabb és sokkal megbecsültebb állapotába szeretnénk, hogyha kerülne ez az épület. Illetve hát egy kuriózum az, hogy a nyáron bemutatásra kerül a Jövőre veled ugyanitt kettő, amilyen rosszul hangzik a cím, annyira izgalmas az egész, mert hogy mi csináltuk a Jövőre veled ugyanitt egyet, ami nagyon nagy sikerrel ment, ami mint tudva levő 20-25 év története két szerető között.
és a szerző megírta a második részét is, ami újabb 20-25 évről szól, és nyáron a nézők megtekinthetik a Nyári Színházba ennek a közel 50 évnek a szeretői történetét, ami egy egészen rendkívüli színházi esemény, azt gondolom. Váradi Eszter, Sára és Keller János játsszák a férfi és a női szerepet, és hát egy egészen megterhelő és rendkívül izgalmas színészi feladat 50 év viszonyát eljátszani. Nem is fér bele természetesen egy estébe, ezt két külön este fogjuk játszani nyáron, és mind a két színdarabot fogjuk játszani a következő évadban szintén a stúdióban. A fiatalokat, egyetemistákat az Én kis hűtőkamrám címmel egy kortárs francia darabbal szórakoztatják majd, de a Közeleg az idő című abszurd komédiát is láthatja többek között a jövő évadban a közönség. A Gyermekek, iskolások, a Sündisznó című előadás első és második részét tekintetik meg, és egy interaktív játékban vehetnek részt, amelyet Kozári Ferenc rendez majd társasjáték címmel. Az esti mérleget látták, hétfőn újabb témával várjuk Önöket, viszontlátásra! Thank you.